Üdvözöllek! Az Adobe Spark az Adobe ingyenes szolgáltatása, amellyel különféle tartalmakat készíthetünk. Készíthetünk például videót, ilyen reklámvideó jelleggel, vagy bemutató, vagy akármi, amelyben lehet szöveg, lehet a mi saját hangos magyarázatunk, vagy lehetnek képek, vagy ilyesmi. De készíthetünk vele ilyen egyszerűbb képeket, szintén tetszőleges szövegekkel, képekkel, meg egyéb képi hatásokkal. De készíthetünk ilyen PowerPoint-ra hasonlító, csak véleményem szerint azért szebb bemutatókat, prezentációkat. Ezen a címen érjük el, ahhoz, hogy használni tudjuk, be kell jelentkezni a loginre kattintva. És látható, hogy meglévő Facebook vagy Google felhasználva is be tudunk jelentkezni, vagy akár regisztrálhatunk is, vagy hogyha már van egy Adobe ID-nk, akkor azzal is be tudunk jelentkezni. Én egy másik böngészőben már bejelentkeztem, látható, én akkor itt folytatnám. Bejelentkezés után ez így nézne ki, itt van a My Projects, itt a mi elkészített dolgaink találhatóak. Most látható, nekem még nincs itt egy sem, és ha szeretnénk valamit készíteni, amúgy látható, itt van például videó, post vagy page, akkor vagy ide kattintunk, és látható, hogy itt vannak a különféle lehetőségek, vagy pedig erre a gombra kattintunk. Ez a post, ez tulajdonképpen egy ilyen képet jelent leginkább, ami tartalmazhat háttérképet, tartalmazhat szöveget, illetve ezek különféle stílusban megjelenhetnek. Talán ez a legegyszerűbb a három közül. Ez a page, ez nem egy új dolog, ugyanis ez az Adobe Spark. Hogyha elvándorlunk a videó tanfolyamra, és rákeresünk arra, hogy Slate, akkor itt lesz egy videó, az Adobe Spark ebből a Slate-ből fejlődött ki, és itt a page az tulajdonképpen egy az egyben megfelel a korábbi Slate-nek, tehát hogyha szeretnéd megnézni, akkor javaslom, hogy itt a videó tanfolyamon nézd ezt meg, ez is egészen hasznos egyébként. Szóval ezzel nem is ismerkedünk most meg, mert erről már volt szó korábban. Meg van a videó, hát ez egy csomóféle videó lehet, akár még ilyen tanító jellegű videó, vagy bemutató, vagy üdvözlet, vagy hát tulajdonképpen elég sok minden. Nézzük meg ezt a posztot, ez tulajdonképpen elég egyszerűen használható, ezért túl sokat erről nem is szeretnék most beszélni. Itt rögtön megadhatunk egy valamilyen szöveget, ide jön valami. És látható, hogy ki tudunk választani egy méretet, egy képméretet, azt szerint, hogy hova szánjuk. Instagram, Facebook, Twitter, meg ide a morra kattintva van még egy csomóféle, például Facebook hirdetés is van. Vagy hát van itt még egy csomó minden. De igazából a méretet később tudjuk módosítani, szóval majdnem, hogy mindegy, hogy melyiket választjuk ki. De hogyha konkrét elképzelésünk van, akkor célszerű innen kiválasztani, már hogyha megtalálható. Jó, hát akkor continue. És hát látható, hogy alapból kapunk mi itt egy véletlenszerűen kiválasztott témát, ami hát áll egy háttérképből, áll egy szövegből, amit mi korábban megadtunk az előbb, és hát tulajdonképpen ennyi, de látható, hogy itt megjelenik egy ilyen dolog, hogy szöveg hozzáadása, vagy éppen a képet is le tudjuk cserélni. Hogyha ezután az eltűnne, akkor kattintunk a képre, és akkor megjelenik, látható újra. Tehát látható, itt kattingatva ez eltűnik és megjelenik. Ha szeretnénk ezt a háttérképet kicserélni, akkor ide a replace-re kell kattintani. Fel is tölthetünk egy saját képet, hogyha konkrét elképzelésünk van. De látható, Find is van itt, meg a Creative Cloud-ból is hozhatunk be a képet, meg Lightroom, meg Dropbox, meg Google Photos is van itt. Talán a legegyszerűbb a Find. Például rákeresünk arra, hogy tree, tehát hogy fa, célszerű angolul keresni nyilván. Akkor itt kapunk egy csomó olyan képet, amiben szerepel az, hogy fa. Hát nyilván vagy a leírásában, vagy a nevében, vagy valamilyen módon. És akkor innen kiválasztunk egy képet, mondjuk ezt. És akkor látható, hogy már is megjelent nekünk ez a kép. Itt van egyébként a szöveg is, ebben a grafikában megjelent. Hogyha erre kattintunk, akkor egyébként ezt lehet módosítani. Egyrészt, hogyha a kéz ikon jelenik meg, vagy hát az egér mutató, akkor ezzel át tudjuk tenni akárhova. Egyébként segít nekünk itt a Spark a középre helyezéssel, hogyha oda szeretnénk középre tenni, akkor látható, hogy ezt könnyedén megtehetjük, hogyha megjelenik ez a két vonal. Persze középen lehet csak például a vízszinteshez képest is, de a függőlegeshez képest is lehet középen. Ezt el is lehet forgatni például, tehát ezzel egy csomó mindent lehet csinálni, úgy gondolom elég értelemszerű. Plusz itt megjelennek különféle lehetőségek, szín, vagy éppen ez az alakzat, ez lehet teljesen más, lehet ilyen kör alakú is, szévre kattintva ez rögzítésre kerül, vagy éppen a betűtípust be tudjuk állítani, cancel, mégse a szint be tudjuk állítani, látható. Tehát ez elég jól használható tulajdonképpen, szép.
Itt a resize-ban pedig ezt át is lehet méretezni. Itt vannak a különféle méretek, amelyek közül választhatunk. Egy kattintással rögtön megjelenik egy másik méretben. És hát látható, hogy tulajdonképpen ez mindent hozzáigazít. Hát jó, mondjuk ez éppen most kilóg, de ezt igazából át lehet méretezni ezzel, hogyha a balegér gombot nyomva tartjuk rajta. És hát ezért eléggé hatékonyan működik ez. Itt látható van ez az Adobe Spark dolog, hogyha erre kattintunk, akkor hogyha ezt megosztjuk Facebookon vagy Twitteren, akkor ezt a vízjelet el tudjuk tüntetni. Rögtön meg is oszthatjuk, most ezt nem szeretném. Tehát ez tulajdonképpen így működik. A resize-ban a méret, ide a sablonra kattintva, hát itt megjelennek a sablonok. Aztán itt van ez a paletta, itt ez a színpalettát tudjuk módosítani, és szépen módosul minden. Fotóban, ezt már megnéztük, ki tudjuk cserélni, de erre alkalmazhatunk még további szűrőket is, egyetlen kattintással, és akkor egyéb képi hatásokat elő tudunk mi állítani. Hát mondjuk ez sem rossz szépen. Hogy itt van ez a Modify, látod, hogy ezzel a méretezését tudjuk módosítani, meg el is tudjuk forgatni az alatt a lévővel. Hát ez így működik. Következő a szöveg. Itt ezt tudjuk szerkeszteni a meglévőt, látható, cancel, most ezt nem szeretném. Illetve itt az egyéb jellemzőit, amit azt már mondtam, is tudjuk módosítani. Mögötte lévő alakzat, szín, betűtípus, van egy csomóféle, save, spacing. Látod, hogy erre kattingatva a sorok közötti távolság módosítható, igazítás, ezzel pedig a szöveg igazítását lehet módosítani, átlátszóság, az pedig egy ilyen csúszkával működik. Hát ez így működne. További szöveget is hozzá tudunk adni, kattintással, látható már is megjelent. Ennek a különféle tulajdonságait ugyanúgy lehet módosítani, mint az előzőt. Látható, hogy ilyet is meg lehet itt jeleníteni például. Hogyha valamelyik szövegre nincsen szükség, akkor azt kiválasztjuk. Hogyha mellé kattintunk, akkor ez így egyrészt eltűnik, másrészt ki kéne választani. Hát igen, most látható, hogy ez nem sikerült, picit kiebb, akkor viszont megjelenik ennél ez a kijelölő. És akkor delete. Ezzel ez törlésre került, megmaradt csak ez. Hát ez ilyen módon használható, én úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű. Hogyha készen vagyunk, akkor ide a megosztásra kéne kattintani, ahol egyrészt rögtön le is tudjuk tölteni. Látható, letöltésre került a képünk, és akkor itt meg is tudjuk osztani. Kiválasztunk először is egy kategóriát, és akkor utána create link. És akkor ide jönnek a megosztási lehetőségek, Facebook, Twitter, e-mail. Meg egy megosztható link is megjelent. És látható, ez így nézne ki a böngészőben. De képként is használható. A következő videóban akkor megnéznénk, hogy a... ezt bezárom, hogy a videókat, azokat hogyan kell létrehozni. Látható, itt van videó. Ezzel foglalkoznánk akkor a következő részben.